Június elejétől nyitnak a szabadtéri színházak Budapesten, a főváros továbbra is mindenkit arra kér, hogy működjön együtt az intézményekkel, a beltéri rendezvényeken pedig viseljen maszkot. Vendégünk G. Német Erzsébet. A kiviseli is. Jó estét kívánok! Igen, jó estét kívánok! Én azt gondolom, hogy még felelős politikus, főleg ha még a második oltását nem kapta meg, mert én még nem kaptam meg, az viseljen maszkot. Akkor még vigyázzon magára, és ez így van. Beszélünk mindjárt a nyitásról, de van egy egészen friss hírünk a Fudan Egyetem kapcsán, ami szintén témánk lenne, és akkor azt hozom először ide. Csuha Ildikó kolléganőnk kérdezte meg Palkovics minisztert arról, hogy mi lesz a Fudan Egyetem sorsa, és azt a választ kapta, hogy ő kezdeményezi már, mint Palkovics László miniszter, hogy kiemelt beruházásnak minősítsék a Fudan Egyetemet, az pedig azt jelenti, hogy például a népszavazási kezdeményezés okafogyottá válik, mert kiemelt beruházásról nem lehet népszavazást tartani. Mit gondol erről? Hát ugye annyi kulisszatitkot áruljunk el a nézőknek, hogy én ezt most hallottam itt a beszélgetésünk előtt még a stúdióban. Én is, hiszen pár perccel ezelőtt. Igen, ez egy nagyon-nagyon friss, tehát ilyen update ugye az ATV. Én azt gondolom, hogy az összes olyan beruházást és összes olyan ügyet, ami kellemetlen a kormánynak, és lehetősége lenne az embereknek megakadályozni, ott ez a járható út az ő szempontjukból, hogy kiemelt beruházással nyilvánítják, aztán utána hadd szaladjon. Én meg azt gondolom, hogy csak a saját területükre mondhatnak ilyet, hogy ez kiemelt beruházás. Abba biztos vagyok, hogy sem a fővárosi önkormányzat, sem a 9. kerületi önkormányzat nem fog semmiféle telket a Fudan Egyetem szolgálatára átadni, eladni, vagy bármilyen módon ahhoz hozzájárulni, hogy ezeken a helyeken az egyetem épüljön. Szintén Palkovics László mondta, de nem most, hanem még egy hete, másfél hete, hogy fantasztikus ajánlata van a főváros számára, és ezzel majd kibékíti az Fudan Egyetem ellenbeszélőket, és elhalkítja őket. Kaptak már fantasztikus ajánlatot? Nekem nincs tudomásom róla, és feltételezem, hogy főpolgármester úr, vagy már melyik másik városvezető kollégám sem kapott ilyen ajánlatot. Az egészben az a felháborító, hogy megint az történik, hogy az emberek éberségét el akarják altatni, azt próbálják megmagyarázni, hogy milyen jó lesz ez a magyaroknak, hogy ide jön ez a kínai egyetem, és azt pedig elfelejtik ezzel párhuzamosan elmondani, hogy erre a beruházásra a magyar állam hitelt vesz fel Kínától, 540 millió, milliárd forintot, amit aztán mi magyarok fogunk visszafizetni Kínának, illetve azt se felejtsük el, kínai alapanyagokból, kínai cégek, kínai munkásokkal akarják ezt felépíteni. Tehát ebből sem a magyar emberek, sem a magyar gazdaság semmit nem fog profitálni. Hát talán majd ahogy a diákok, de milyen áron? Én azt gondolom, hogy ők sem. Azt ugye a Demokratikus Koalíció már jó másfél hete egyértelművé tette, hogy egy következő demokratikus köztársasági kormány ennek a felbontásával fogja kezdeni, ennek az államközi megállapodásnak a felbontásával. Ugye lesz már egy-két ilyen, amivel hasonló terveik vannak, a Paks 2 beruházástól kezdve a Belgrád-Budapest vasútig, ugyanígy. De hát ezek megkezdett beruházások, benne áll már a pénz? Hát szerencsére Paks 2 esetében talán egy picikét előrébb tartanak, tehát ott már valamiféle földmunkák meg egyéb munkálatok azok zajlanak. Én úgy tudom, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalnál effektív még kivitelezői munka nem nagyon kezdődött el, és nagyon bízom benne, hogy a Fudan Egyetem meg nem fog addig eljutni jövő áprilisig. Hát ez földkérdés is valóban. Van olyan lehetősége a kormányzatnak, hogyha nem adja egyik kerület sem, és nem adja a főváros sem, akkor ennek ellenére azon a területen elkezdődik az építkezés, mi minden jogi sajátítani a földet? Mi minden jogi lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy ez ne következzen be, és azt gondolom, hogy felelős magyar bíróság ilyen esetben sem a 9. kerület ellen, sem pedig a fővárosi önkormányzat ellen nem fog ítélni egy ilyen ügyben. Na és akkor amivel kezdtük, hogy ott áll a könyvtárban, ami már önmagában igen, nagy dolog, mert végre be lehet menni egy könyvtárba, nyitva vannak az ajtók, mondjuk kell hozzá a védettségi igazolvány, de ugyanúgy, mint normál üzemmódban, oda lehet menni a könyvekhez és lehet válogatni. Igen, az még a feltétel, hogy a maszkot viseljék azok, akik bejönnek, de nem csak a könyvtár van nyitva, amiről egyébként hadd mondjam el, hogy tegnap 6 órán keresztül volt csak nyitva, mert ugye délben nyitottak, este 6-kor zártak, és ez alatt a fővárosi Szabó Ervin könyvtárból és a Fiókjaiból 9500 könyvet vittek ki a budapestiek, hát ez azt mutatja, hogy borzasztóan nagy igény van erre, de nyitva van már jó néhány fürdőnk, nyitva van az állatkert, nyitva vannak a moziaink, lassan nyitnak majd a színházak, a szabadtéri színházak fognak először kezdeni, először a Városmajori, azt hiszem másodikán, ha jól emlékszem, június másodikán, és aztán a Margit-szigeti színpadunk, rögtön harmadikán az is
többi, így szép sorba megyünk. Én mindenkitől azt szeretném kérni, hogy tartsuk be azért a járványügyi szabályokat, de most már végre, hogy újra lehet a kulturális intézményeinket látogatni, jöjjenek vidékről is, mindenhonnét, vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket. Mondta, hogy nyitva vannak a fürdők, a strandok is nyitnak? Strandok szépen lassan, van, amelyik ugye most a hétvégén megnyitott. Nem, mintha lenne rá ok ebben az időjárásban. Hát nem, mert borzasztó hideg van. Következő etapban fognak a következők, tehát pünköstkor, és aztán utána majd kicsit később, június 1-jével. Ott milyen szabályok vannak? Mert ugye ott nem mondhatja, hogy legyen rajtuk maszk, mert hogy lehet strandolni maszkban. Magában a fürdőben sem kell, a fürdőtérben, a medencében teljesen egyértelműen, de a közösségi zárt tereken ott azért még azt kérik, hogy, vagy azt kérjük, hogy viseljék a maszkot. Itt egy érdekes dolog merült fel, így a budapesti fürdőket nagyon sok külföldi látogatja, most nem turistákról beszélek, hanem azokról, akik itt élnek Budapesten, Magyarországon. Na, az ő bejutásuk az most meg van nehezítve ezzel a védettségi igazolványjal. Hiszen ők nem kaphatnak hiszen ők, ilyet. Igen, és hát ugye az a rendelet úgy szól, hogy kölcsönösségi alapon, amelyik ország elismeri a magyar védettségi igazolványt, na azoknak az állampolgárait lehet ezekre a helyekre beengedni. Úgyhogy azt gondolom, a turisták tömegei fognak majd Bahreinből, Szerbiából, Montenegróból jönni. Viszont azok az Európai Uniós államból itt lévő külföldiek, azok viszont nem tudnak ezekre a helyekre sajnos eljutni. Én innen is üzenem a kormánynak, hogy amikor ilyen döntéseket hoznak, akkor ennek minden ágát, bogát végig kell nézni, mert például van olyan ismerősöm, aki több mint 40 éve német állampolgárként Magyarországon él, és ő sem tud a családjával sehova menni, mert hiába kapott oltást, van kis pici oltási papírja, védettségi igazolványa nincs, és a kormányhivataltól arra, hogy akkor most mit csináljon, hát azt mondták, hogy semmit. Hát ráadásul a védettségi igazolványok pedig hihetetlen lassan érkeznek, erre rengeteg panasz. Igen, azt is tudjuk. Hozzánk is, nem is érkeznek gyakorlatilag, csomó ember hetek, hónapok óta van, aki két hónapja várja. Viszont van itt egy sokak szerint aggályos kérdés, és nem tudom, hogy az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat a saját dolgozóinak erre milyen utasítást ad, hogy ezeket a védettségi igazolványokat voltak éppen csak hatósági személy nézhetné meg, hiszen szelektív adatok vannak rajta, amihez senkinek semmi köze nincsen. Ez így van, ez megint egy olyan jogalkotás volt, amit nem gondolt végig a kormányzat, mielőtt ezt a döntést meghozták. Tehát ugye van egyszer arról törvény, hogy a személyigazolványot nem vagyok köteles mondjuk a fürdőmesternek, karikírozok, mert nem a fürdőmester nézi, hanem nyilván a gyógyfürdői munkatársa, odaadni, és nem vagyok köteles megmutatni. Ugyanakkor viszont a kormányrendelet egyértelműen az intézmény vagy a cég vezetőjének a felelősségével teszi azt, hogy csak azok menjenek be állatkertbe, színházba, moziba, akinek van ilyen védettségi igazolványa, illetve tovább megyek bármelyik vendéglátóhelyre, étterembe, kocsmába, pubba, bárhova. Tehát jogsértőnek jogsértő, de nem tetszik, nem tetszik bejönni. Igen, nem, hogy nem tetszik bejönni, meg is büntetlek, hogyha olyat engedsz be, akinek egyébként nincsen védettségi igazolványa, és nagyon súlyos üzletbezárással és egyebekkel fenyegetik ezeket a vezetőket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szokásos kapkodása a kormánynak egészen egyszerűen alkalmatlanok és képtelenek egy országot kormányozni. Nagyon röviden, mert szerintem itt nagyon előjárunk még a történet legelején, rozsdaövezet és az ezzel kapcsolatban megalakult bizottságonnak sikerült, bár fővárosi területekről van szó, érek szerint a fővárosi önkormányzatot kihagyni. Miről dönthet és ki dönt ebben a bizottságban? A kormányzatnak nem egyébként utolsó sorban az önkormányzatok kezdeményezésére volt egy jó döntése, ami arról szólt, hogy ezekben a rozsdaövezetekben fejlesztéseket kellene végrehajtani, és ezekhez a fejlesztésekhez különböző kedvezmények, adó és egyéb más kedvezmények járulnak. És az volt az ígéret, és ezt a fővárosi önkormányzat, de kerületi önkormányzatok meg vidékiek is nagyon támogatták, hogy ha ki ezekben a rozsdaövezetekben fejleszt, az tényleg illessék meg ezek a kedvezmények. És mindenki azt gondolta, hogy mivel a saját területükről van szó az önkormányzatoknak, majd az önkormányzatok képviselői, vezetői benne lehetnek ebbe a bizonyos rozsdaövezeti bizottságba. Megint ki vannak zárva, és megint az emberek, a lakók, az ott lévők, ott élők feje fölött fog ebbe dönteni a kormány. Dönthet? Hát nyilván, mert olyan szabályrendszert alkotnak, hogy igen, dönthet. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben minden egyes porcikánkkal ez ellen tiltakozni fogunk, és az összes jogi lehetőséget megkeressük itt is, hogy például Budapesten a budapestiek nélkül, a budapesti városvezetők nélkül ne lehessen ilyen döntés. Újabb és újabb frontok nyílnak, áldatlan állapot, de hát érthető a helyzet. Én abba bízom, hogy hamarosan vége lesz ennek az egésznek, mert egészen egyszerűen muszáj. Ugye az látszik, hogy az ellenzéki összefogás
az most már veri a Fidesz listáját, ugye az ellenzéki pártok közös listája, illetve az is nagyon látszik, hogy beindulnak itt a különböző előválasztási kampányok. Én magam Új-Budán szintén ugyanezt teszem, Új-Buda a kettes választókörzetében, és abba bízom, hogy egy jól lebonyolított, tisztességes, korrekt előválasztás után 106 egyéni jelölt plusz a miniszterelnök jelölt fog ott állni Orbánnal és a Fidesszel szembe. Ugye ők nem esnek át egy ilyen folyamaton, őket ki fogja jelölni a miniszterelnök, hogy ki indul, ki hol fog megmérkőzni. A mi oldalunkon viszont egy nagyon tisztességes verseny után fölsorakozunk, és biztos vagyok benne, hogy legyőzzük őket. Gyé Németh Erzsébet, jelenleg még főpolgármester helyettesként. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is viszontlátásra.